Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez már az országban a 14. gyermekbarát meghallgató szoba, 14. olyan rendőrségi intézmény, ahol a jövőben lehetőség szerint a bűncselekmények gyermek áldozatait, illetve adott esetben gyermekkorú elkövetőit meg lehet hallgatni, és elmondhatják, hogy hogyan érték meg a bűncselekményt. Reményeink szerint egy barátságosabb környezetben, szakértők és szakemberek részvételével, gyermekbarát megoldásokkal elérjük azt, hogy a gyermekek számára, akik traumaként érték meg a bűncselekményt, könnyebben fel tudják dolgozni ezt a traumát, akik pedig bűncselekményt követtek el, talán feltárhatók azok az okok, amelyek a bűncselekmény elkövetéséhez vezettek, és ezzel a jövőben hozzá lehet járulni ahhoz, hogy megelőzzük, hogy máskor bűncselekményt kövessenek el, vagy a jó útra visszatérítsük. Maga a most már mozgalommá vált kampány, amelynek célja a gyermekbarát igazságszolgáltatás megteremtése volt, még 2011-ben indult a minisztérium kezdeményezésére, és nagyon örülök annak, hogy első és mindezidáig leghűségesebb társadalmi partnerünké, éppen a rendőrség szegődött a belügyminisztérium segítségével, 2012-től kezdve hozzuk létre a gyermekbarát meghallgató szobák országos hálózatát. Célunk az, hogy minden megyei rendőrfőkapitányság területén, azaz minden megyében legalább egy gyermekbarát meghallgató szoba létesüljön az év végéig, azaz 2013. december 31-ig. Azt mondtam, hogy társadalmi partnerré szegődött a rendőrség, hiszen többről van szó, mint hogy egyszerűen megvalósítanánk ezeket az intézményeket, és egy cél érdekében együtt dolgoznánk. Én azt hiszem, és talán rendőrfőkapitány úr is megerősíti, hogy egy közös képről, közös kép kialakításáról és egy közös kultúra megteremtéséről van szó. Egyrészt a mi részünkről maga az együttműködés azt is célozza, hogy lépjünk túl a közszolgálaton belüli szakmai határokon, mi a rendőrségé, mi az államigazgatásé, hiszen mindannyian egyetlen célt szolgálunk, a közjót szolgáljuk, legyen szó akár az igazságszolgáltatásról, akár az államigazgatásról, akár éppenséggel a bűnüldözésről, és a közjónak a része természetesen a minél nagyobb fokú biztonság is. Az első társadalmi partnerünk, de hála a jó égnek azt mondhatom, hogy most már nem az egyetlen társadalmi partnerünk, hiszen éppen az elmúlt napok hoztak két olyan örvendetes további bővülését is ennek a gyermekbarát igazságszolgáltatás kampánynak, amely reményeink szerint a jövőben újabb dimenziókkal gyarapítja majd ezt az egész kampányt. Egyrészt még a múlt hét folyamán kötött megállapodást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, illetve a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amelynek kifejezetten az a célja, hogy a gyermekbarát igazságszolgáltatás munkacsoporton belül az internet szabályozás terén hajtsunk végre olyan jogszabály módosításokat, amely a jövőben megteremti a gyermekbarát internetet, hiszen ma már tudjuk, hogy sok esetben a gyermekbarát igazságszolgáltatás előszobája, mind a megelőzés szempontjából, mind pedig a bűncselekmények elkövetésének megakadályozása szempontjából is. Az interneten terjedő pedofil tartalmak, illetve az interneten elkövetett, gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények, a gyermekkereskedelemtől kezdve a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekményekig sajnos a nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy egyre szélesebb az a skála, amely a bűncselekmények formájában megjelenik. Éppen ezért a jövőben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal olyan jogszabály módosításokat tervezünk, amely lehetővé teszi különböző gyermekvédő zárak, szűrőprogramok bevezetése révén, hogy akár a szülők, akár az oktatási intézmények, akár a bűnmegelőzésben egyéb szerepet játszó intézmények a jövőben hatékonyan tudják megvédeni gyermekeinket az interneten keresztül terjedő bűnözéstől. A másik örvendetes fejlemény pedig, és egy újabb társadalmi partner pedig éppen a tegnapi nap folyamán kötött megállapodás révén lép be ebbe a mozgalomba. Tegnap kötöttünk megállapodást a Magyar Televízióval arról, hogy a Magyar Televízió 2-es programja, amelyik most már gyermek csatornává vált a jövőben olyan
hírpercekkel gazdagodik, amely a gyermekek számára, ahogyan mi nevezzük, Kimi percek, hiszen reményeim szerint találkoznak majd a Gyermekbarát meghallgató szobában, Kimivel, az egész Gyermekbarát igazságszolgáltatás kabalababájával, nagyon is élő kabalababájával, mi majd fogják látni. A Kimi percek révén pár perces híranyaggal a gyermekek számára is érthető formában adunk tájékoztatást a gyermekbarát igazságszolgáltatásról, akár bűnmegelőzésről, akár pedig a gyermekek jogairól, illetve a gyermek jogok érvényesülése során különböző intézményekről, illetve általában a jogérvényesítésről. Ez a 14. gyermekbarát meghallgatószoba, tehát nem csupán egy a különböző gyermekbarát meghallgatószoba átadások közül, hanem egy olyan esemény is, amikor azt jelentetem ki önöknek bátran, hogy tovább szélesedik a gyermekbarát igazságszolgáltatás mozgalom. Az év végéig kialakul a gyermekbarát meghallgatószobák országos hálózata. A jogszabály módosítások révén gyermekbarátabbá válik az internet is, mint ahogy a reményeink szerint lépésről lépésre az igazságszolgáltatás is gyermekbarátabbá válik, és nem utolsó sorban az ilyen kapcsolatok révén, az együttműködés révén, mint ahogyan itt Egerben is örömmel értesültem róla, itt is az EGRI törvényszék, az EGRI járásbíróság is fogja majd használni a gyermekbarát meghallgatószobát, azaz az államigazgatáson belül, az állami életen belül az intézményközi partnerség is tovább erősödik. Én azt hiszem, hogy ez önmagában véve már egy olyan fejlemény, ami azt mutatja, hogy itt Egerben egy kis fordulópontot is megélhetünk a gyermekbarát igazságszolgáltatás kampányon belül, és én abban bízom, hogy a további gyermekbarát meghallgatószobák az ország más városaiban is további hasonló eredményeket hoznak majd magukkal. Köszönöm szépen a figyelmüket. Főkapitány úr, ez a tanúsítvány annak az igazolására szolgál, belügyminiszter úr és általam aláírva, hogy megfelel a közigazgatás és igazságügyminiszteri rendelet alapján a gyermekbarát meghallgatószobával szemben támasztott kritériumoknak. Kívánnám azt, hogy használják minél kevesebbszer, de ugyanakkor azt is kívánom, hogy minél többször használják, amikor indokolt esetről van szó. Én abban bízom, hogy sok hasznát fogják látni ennek a meghallgató szobának. Nagyon szépen köszönöm. 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 Ünnepélyes körülmények között, kicsit fele, még egy kicsit fele. Ez az együttműködés jegyében. Köszönöm szépen. Kicsit megveregyünk. Köszönöm.